Szevasztok, üdvözlök mindenkit, az én nevem Nessa, ez pedig a honfoglaló arénája, ahol szövetséget fogunk játszani. A kék csapatban itt van első vendégem, Előd Ámos. Igen, itt. Hello, hello. Szevasz. A zöld színekben pedig itt van Cutor Zoltán. Szia. Hello, sziasztok. A sötét oldalon újra Nessáj. Az ismert videós két ellenfele ezúttal Cutor Zoltán és Előd Ámos. A zenész-színész duó barátsága vajon elég lesz, hogy szövetségesként szembeszálljanak Nessájjal? Na, hát mit osszak meg rólatok, inkább ti osszatok meg izgalmas dolgokat magatokról. Álmos, annyi népszerű sorozatban vagy szinkronszínész, hogy azt inkább el se kezdem felsorolni, mert itt vagyunk reggelig, de ha jól tudom, akkor a József Attila Színházban egy bemutatóra készülsz most. Ez igaz? Ez igaz, két hét múlva lesz a nagy sikerű film alapján készült Eldorado című darabunk bemutatója. Kíváncsian várjuk a végeredményt, és idén már túl vagyunk egy királybeszédén, és még nem sokára Szente Vajk rendez nálunk egy jó 9-to-5-ot. Ó, igen. Yeah. Na, hát akkor az erre az évre is lesz program, úgy bőven látom. Van. Bőven. Ha ezt az utóbbit nem mondtad volna, azt mondtam volna, hogy egyre jobb színház lesz a József Attila színház. Szeretik be, Zoli barátja vagyok. Voltam. Hát, ugye, bárcsak ezt is elmondhatnám. Végeztünk? Én hallottam, hogy a Zoli nem szeret sokáig csöndbe maradni, úgyhogy akkor át is fordulok hozzád. Úgy tudom, hogy megszámlálhatatlan mennyiségű reklámzenét gyártottál már. Azt is, de szerintem pont azok a legkevésbé fontosak. Pedig pont erről akartak fogadni, hogy bemondó éneklés. Azt tudjuk, hogy milyen érzés ekkora sikerrel egy zenekart vezetni, de hogy mennyiben más reklámzenét gyártani? Sokkal unalmasabb nem, ezek szerint. Egyébként egyáltalán nem unalmas. Szerintem mondjuk a reklámzenében sokkal nagyobb játéklehetőség van, mint mondjuk a popzenében, vagy a rockzenében. Ettől függetlenül mindig a megrendelő ügyféltől függ, hogy milyen a reklámzene készítés módja. Lehet nagyon érdekes, meg feltölthet, és teljesen kikészíthet. A teljesen kikészítős reklámzene készítés az olyan, hogy megcsinálok valamilyen verziót, és aztán annak még kérik 15 más hangszerelését, igen, majd az elsőnél maradnak mindig. De ez akár reklámhangoknál is, amikor mi fölmondunk egy-egy cégnek reklámot, ugyanez, tehát ott ül ugye egy kreatív stáb, 6-8 ember, és mindenkinek van egy ötlete. Most egy 1 óra 15 perc, 1 óra 30 perc után, amikor már elmondtad 570-szer azt a mondatot, és akkor ők még mindig éreznek benne valamit, akkor azért úgy lehet, hogy kijön az ember, és kér, hogy mindent egy emberrel beszélges. Hey, jaj, én azt szeretem, amikor hangszerelési tanácsokat adnak, teljesen civilek a zenéhez. Adj egy kis magasat a mélyre. Mielőtt a potenciális megrendelőinket elveszítjük, inkább válasszunk birodalmakat. Egy ilyen kis bemelegítő kérdés alapján fogjuk eldönteni a sorrendet, hogy kié lesz a Végtelen hegység, a Kalózöböl és a Fenyves Zug mezőkhöz tartozó terület. Ez így hangzik, megbeszélhetitek a helyes választ. Mit jelent a reneszánsz szó? Ezt mondjátok meg nekem. Lángolás, újjászületés, égre törő vagy díszes? De ezt most versenyzünk. Nem, mert az a lényeg, ha tudjátok, akkor ti választotok. Nem lehet a válasz. Igen, gondoltam, hogy ez túl könnyű lesz nektek. Úgy, akkor miért tetted fel? Jó, hát hogy az elején itt elhiggyétek, hogy ez egy ilyen játék lesz. Akkor beszéljétek meg, hogy melyik terület kié legyen. Zoli az idősebb, és nem kevéssel, úgyhogy lehet. De nem kell nem, hát most ezt... Bácsi, válasz. Én választ... Közelebb lehet menni, hogy... Kalózöblöt választom. Jaj, Istenem. Kalózöböz akkor zöld lesz. És a fekete az mindenféleképpen... Az az én területem az. Igen, ott... igen. Én nagyon szeretnék tőle távol lenni. Én a Fenyves Zuggal nagyon jól el vagyok. Fenyves Zug. Igen. És akkor marad a sötét nagyúrnak a Végtelen hegység. Szuper, jó, hát akkor nincs is más hátra, mint hogy elkezdődjön az igazi játék a kérdésekkel. Jöjjön a háború! Hol található a feszti körkép? Ez az első kérdésünk. Bécsben, Szentendrén, Ópusztaszeren vagy Budapesten? Ó, ezt megjelölhetjük? Igen, oké. Okay. De ennyire egyértem, nem keveritek valamivel? De. Mármint, hogy nem az ita, hanem hogy a kérdéssel van. Jó, helyes, természetesen Ópusztaszeren. Mindjárt fölcsavarjuk a nehézségi csúszkát, ne aggódjatok. De először választhatok területet, Ámos, parancsoljál. Ja, hát akkor legyen mondjuk, én a kék vagyok, tehát csak arra mehet, de ott is vagyok, magányos sivatag. Magányos sivatag, mindenhol ott vagy egyszerűen, mondhatnám, hogy felháborító. Igen, Zoli.
Akkor ilyen, azt hiszem, csak a titokzatos átjáróból választhatok. Úgy, könnyítettünk neked, hogy ne kelljen, tudod, így válogatni, meg hasonlók. Szuper, meg hogy olvasással így nem kelljen, tudod, hogy ez így vesződni. Igen, én pedig kérném szépen a magányos sivatagot, mielőtt itt magamra haragítok mindenkit a hülyeségeimmel, és már megyünk is tovább. Melyik zöldségféle nem az amerikai kontinensről származik? Burgonya, paprika, káposzta, földi, mogyoró. Káposzta. Melyik nem? Káposzta az nem, az biztos. Sokat kell majd sztoriznotok itt egymás között, ha ilyen gyorsan és egyértelműen a válaszokat megjelölitek, mert hogy ez is helyes valóban. Jaj, hát elnézést, ne arra, ugye, akkor hol őshonos a káposzta? Jaj, mi lesz ebből? A káposztát gondolom Eurázsiában. Uh-huh. Ennél konkrétabban ennél egy kicsit? Ennél konkrétabban nem tudom. Nézett-kilométerre. Nyugat-Európában? Így van. Jó. Tudtam egyébként csak. A kérdésnél akkor nehezebb feladat. El kéne olvasni a két általad választható mezőt, és egyet ki kéne választani belőle, hogy merre terjeszkedj. Hát akkor egyetlen feneketlen tavat választom, hogy az álmos tudja a magányos hivatagot. Így is van, micsoda. Összhang, álmos. Hát természetesen a magányos hivatagot fogom választani. Csodálatos döntés. Én sem mondhattam volna jobban. A feneketlen tavat azt visszakérem magamnak. Jellegét tekintve a szituáció az nem jó. De hát, ha lesz jobb. Neked. Nekem. Így van. Milyen sportág a trap? Még egyszer? Milyen sportág a trap? Sífutás, asszonycipelő verseny, agyaggalam lövészet vagy úszonyos úszás? Agyaggalam lövészet. Igen, lövészet. Próbálok a szavukba vágni, gyorsan olvasni. Bár az asszonycipelő verseny az nagyon jó lenne. De van asszonycipelő verseny egyébként, láttatok de mondjuk már az ilyet? Úszonyos sífutás, az sem. Természetesen a versenyzők által megjelölt válasz. Yep. Nehéz így kötekedjek, Álmos. Választhatok? Hát, ha rajtam múlna, nem. Zoltánom, a feneketlen tóval megelégszünk. Jó, arra mehetünk, ugye? De az a baj, hogy akkor ezt elzárod előlem. Akkor te akkor az én... szomszédos területeiről léphetsz, tehát igen? Ugyanott vagytok, igen. Igen. Akkor viszont kérd. De szeretnéd a nyugati kikötőt választani? Nem, válasz akkor mindenképp a feneketlen tó. Feneketlen tó, köszönöm. Battót. Kékül is. És akkor most jön a zöld választás. Hát én akkor egy szarvacskádat letöröm, hogyha már nem már egyből, semmi kis udvarlás, környékezés. Jó, hát akkor a végtelen hegységet éri az első támadás, és a sötét nagyúr egy szarvát veszti. Már a harmadik körben. Akkor jön az első kérdés. Nem. De még nyugi, minden rendben, a feneketlen tavat azt lesz. Visszakérem, igen, így, és menjünk tovább. Ki volt Farkas Bertalan társa űrrepüléskor? Megyeri Béla, úgyhogy nyomkodom. Biztos? Ja, a társa? Megjelölték. Nem. John Glenn, Valeri Pacajev, Magyari Béla, vagy Valeri Kubaszov. Kubaszov. Biztos? Nem a Magyari Béla? Nem. A Megyeri, és Magyari Béla ráadásul. De nem, ő a felkészülésben volt a társa, az űrhajóban nem. Uh-huh. Tehát űrrepüléskor a Kubaszov. Jó. Hazamehetek? Vége a játéknak. Pacal bácsi volt? Jó a válaszotok, hát nem tudok mit csinálni már, itt unamba magammal. Van hát itt, hova lett a kardom? A sötét nagyúr kardjába beledőlne most önnem magának. Ott áll mögötted két srác, az egyiktől kérdezett. De tényleg valamit kezdjetek már ezzel a helyzettel. Te, itt vannak a verőembereim, és nem csinálnak semmit. Többet kéne fizetni. Na mindegy. Jó, hát most azért nem olyan nagy itt a büdzsé, hogyha szétnézem, még föl sincsen söpörve itt a kastélyban. Zoli, te vagy. Hát akkor igen. Én a feneketlen tót. Tót. Tótokat ad neki. Tón von jó, ugye? Álmos. Adjál már nekem egy szarbot. Azt nem tudok, bármennyire sajnálom. Igényeim azért lehetnek. Hát lehetnek. Nyugati kikötővel teljesen megelégednék. Jó, rendben. Ebben meg is egyeztek. És akkor visszakérem sokadjára azt a feneketlen tót. Fontos terület ez neked. Igen.
Kicsit rá vagy görcsölve. Igen. Mi? Én? Hát, valamivel el kéne terelni a figyelmét. Persze. Na jó, akkor meséljetek valami izgalmas közös sztorit, hát ti borzasztó jó haverok vagytok, én azt tudom. Van-e valami, amit így nem adtatok ki magatokból a nyilvánosság előtt? Hát pedig igen, csak humoros lenne. Azon gondolkodom, hogy van olyan, amit kiadhatunk. Igen, ez a minden, baj. Minden, mindent. Ez csak az interneten lesz fönn, azt nem olvassa, nem nézi senki. Hát, talán a legkényesebb történet, amit hogy egyszer méreten alul is üllőket fogtunk pecálás közben. Igen. Mindet visszaengedtük. Zoli. Mindet? Én. Igen. Zoli. Zoli. Jó, hát reméljük, hogy kérdés-válaszolásban is most olyan jók lesztek, mint sztori mesélésben. Ötödik kör. Remélem, hogy ez most már végre kifog rajtatok. Milyen konyhai művelet a turnírozás? Forró karamellben való átforgatás, ital hűtése sózott jéggel teli vederben, faragással, formázás vagy tűzdelés szalonnával. Lemegyek hípa, ha ezt is megmondják. Nem tudom, faragással, formázás lehet? Faragással, formázás nagyon érdekesen hangzik, vagy a hűtés sózott jéggel teli vederben. De szerintem az nem. Nem? Szerintem vagy a tűzdelés szalonnával, vagy a faragással, formázás. De ketyeg legyen az az faragással. Óra. Jó? Faragással, formázás. Kedves nézőink, én Nessai vagyok, voltam és leszek, most megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a válasz helyes, rám itt semmi szükség nincsen gyakorlatilag. Játszanak ketten! Kedves nézők, folytatjuk a műsort, következő vendég. Én meg átmegyek oda is játszani, jó? Szóval, hol a srác? Hello! Azt mondták nekem, hogy nem ezért kapom azt a 2 forint nettó fizetést, úgyhogy folytatjuk tovább, drága nézőink, hát remélem, hogy remekül szórakoztok. Én rohadtul, úgyhogy választhat területet. Álmos, parancsolják. Hát menjünk vissza abba a szép kis feneketlen túlnevezető. Abszolút. Mögyébe. Mindenféleképpen. Kár. Zolikám. Hát én meg akkor török egy szarvat. Biztos? Mert ott van egy viharsarok egyébként, ami... Zolikám, nagyon jó gondolat van. Törjél egy szarvat. Jó, hát törjél. Még tulajdonképpen egy maradt, amivel nem tudom, hogy mihez fogok kezdeni, de ez igazából nem is lényeg. A feneketlen tavat visszakérném. Csak úgy, mert miért ne? Ez jó szokásod, ez így beállt. Hát mindjárt én is beállok. Nekem suliba, hogy nem készültem. És ura, akkor megkérdezték a nevedet, hogy a fiatal embert hogy hívják, és már mondtad, hogy nem készültem. A saját nevemmel is jókat rögtek, úgyhogy nyugi. Zolikám? Nem tudom, felolvassam a következő kérdést, vagy... Vagy egyből a választ mondjuk. Tippeltek egy választ, igen. Ki játszott a Raymond szerepét az Esőember című filmben? Tom Hanks, Dustin Hoffman, Jeff Goldblum vagy John Travolta? Na? Hát... nyilván Dustin Hoffman. Megjelöljük? Vagy valaki más is lehet. És mennyi? Megjelölhetjük, Zoli? Jelöljük már. Jó, köszönöm. Igen, ő is játszhatta ezt a szerepet, illetve a másik 4 színész is, de pont úgy alakult, hogy ő játszotta, ezért a válasz helyes. Szerintem neked véged. Az a probléma, hogy én, mint műsorvezető ebben a játékban abból táplálkozom, hogy egy szemét állat vagyok, és röhögök a játékosok rossz válaszain. Na most borzasztó unalmas vagyok, mert nem történik semmi, kijelentitek a jó választ, én meg szívom a fogalmat. De játszunk még egyet? Ezért van az, nem, semmiképpen soha többet legyetek a stúdió közelében. Pontosan ezért van, hogy minden tévéműsorban csak egyszer hívnak el engem. Tényleg egyébként. Ez így van. Igen. Hát az ilyen játékos műsorokban általában nem szerepeltél sehol kétszer. Engem meg nem hívnak meg úgy, hogy nem a Zolival. Ja, hát, értem. Ez így van, hogy Sancho Panza vagyok, és akkor jövök Don Quixote-val. Akkor ez eleve egy halott ügy. Hát Zoli, válasz területet. De mi legyen, kinyírjuk, vagy még kicsit véreztessük még egy picit? Hát figyelj, én a feneketlen tót visszakérem. Tót. A feneketlen tót. És te meg eldöntöd, hogy kinyírod, vagy kérsz egy más területet, és akkor... Hát egyébként az igazi nagy győzelem az, hogyha az egész birodalmat elfoglaljátok, és utána nyírtok ki. Tehát... Legyen a viharsarok, és hogyha még tetézni akarnám a saját szenvedésem, ugye van egy segítségetek, a fal, igen, amit rá tudtok építeni bármelyik mezőre. Ezt nem adom most oda, csak mondom, hogyha azt akarjátok, hogy duplán kelljen támadnom, akkor még ez is előfordulhat. Melyiket kérjem a 2 területből? Mondjátok meg, mert én már... Hát nem tudom. Én a helyedben teljesen mindegy. A
teljesen mindegy. Akkor sorsoljon a gép, hogy feneketlen tó vagy nyugati kikötő. Nézzük meg. Nyugati kikötőt kaptam, remek. Megunta a gép is ezt a feneketlen tavat. Megyünk tovább. Milyen miniszter volt Kossuth Lajos a Batthyány kormányban? Külügykereskedelem, belügy, pénzügy vagy hadügyminiszter? Pénzügyminiszter volt. Valakit nem tudom, hogy milyen áron lehet manapság műsorvezetőket szerezni ilyen játékokhoz, de biztos vagyok benne, hogy lehet találni valakit helyettem, nem? Mert én már úgy érzem, hogy kimaxoltam ezt a szerepet. A válasz helyes, de ezt nem kell elmondanom, mert mindenki tudja. Megértem úszol. Nem kértek? Aranyos vagy, köszönöm, de ha nyerésben vagyok, sose. Ja, jó szériában nem szállsz ki ilyen, csak... Oké, és... Milyen kocsival jöttél? Én? Hát az NDK-s Trabanttal, az a probléma. Az a kérdés, hogy azt a kis... kis feketét, jobb alsó, tehát a jó reménység öblöt, azt nem fogjuk tudni választani, csak akkor, hogyha letörjük a szarvad, nem? Vagy ezt hogy tudnánk? Én nem tudom, játszatok. Az a baj, hogy nincs más választásunk, mint az, hogy legyőzünk, mert hogy ugye valaki választja a nyugati kikötőt. Jó, de hogy nem tudunk hova lépni, tehát... Igen. Tehát ez nagyon kevés volt. Végigjátszanak hogy... az egészet, de ki kell, hogy végezzünk. Igen. Ja, én már nekem mindegy, én már tervezem a nyaralásomat, tehát hogy az úgy játszatok, ahogy szeretnétek. Álmi? Zoli, hát nem tudunk mit csinálni, vagy adjuk meg neki azt, hogy... De mit tudunk tenni? Tényleg, milyen lépés? De tudunk egy ilyet csinálni, te választod a nyugati kikötőt, jó, én meg fölhúzok, igen, és a feneketlen tó, meg az ő határára, én egy falat felhúzok, és akkor tudunk tovább menni. Csináljátok, én közben keresek egy, itt van nálam 69 ezer kérdés, kérlek szépen benneteket, ki uralkodott Claudius római császár halála után? Galba, Titus, Domitianus vagy Nero? Nero. Nero. Nem, még egyszer a kérdést? Tapasz meg Nero. Jó, semmi baj. De hogy tudnánk megszerezni a jó reménységöblöt? De engem is az érdekel, hogy azt hogy tud... Tehát, hogy nincsen rá fizikai mód nincs. Szerintem ebben a felállásban. Hát akkor, igen, hát akkor... Semmi gond, találni fogok olyat. Hát találni úgy, hogy fogok a szarvát, olyan kérdést. És az is a miénk, tehát, hogy ez az egyik. Igen, így utána még játszhatok. Most tényleg keresel nekünk valami olyan kérdést, amit... Esküszöm, hogy találni fogok egy olyan kérdést, jó, de hát ez nem lesz versenyben, vagy de? Jó, hát ha ez... Milyen ruhadarab volt egykor a Lajbi? Válasz nélkül esetleg. Férfi alsó nemű, női szoknya, férfi mellény vagy női fejkendő? Még egyszer a férfi alsó nemű, vagy alsó mi nemű? Volt még? Férfi alsó nemű, férfi mellény, női szoknya vagy női fejkendő? Férfi alsó nemű, az nagyon szimpi. Nem, ez az, férfi mellény. Jaj, hát gratulálok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hát, legalább a férfit eltaláltam. Most akkor fejezzétek be, amit elkezdtetek. Zoli, választhatod a végtelen hegységet, hogyha szeretnéd, és... Hát azt választom. Jó legyen. Megérdemeljük szerintem. Parancsolj. Meg egy... Neked már nincs mit választani. De én most tudnám választani igazából. Nem, semmit nem kell már választani. A helyzet az, hogy legyőztétek a sötét nagyurat. Én szerintem szoros volt, tehát hogy izgultam, de végül azért a szövetség győzedelmeskedett. Hát ilyenkor szoktam megkérdezni a játékosoktól, hogy hogy érezték magukat, nehezebbre számítottak-e, könnyebbre. Miért már elkezdtünk játszani? Igen, tehát ez az volt. Nem tudom, mit ígértek nektek, de ez az volt. Hát ezt nem mondhatom el, mert adásban vagyunk, de igen. Szerencse, hogy nem mondtátok, mert akkor izgultam volna közben. Bizony. De nekem izzad egyébként a tenyerem. Tehát, hogy hát gondolom, azért, mert meleg van a sok lámpa itt a stúdióban. Csak... lehet, meg allergiás vagyok a csontvázakra, meg úgy egyébként is a póra. A könnyű kérdésekre. Mi legyen, Zolikám? Menjünk kávézni, vagy hogy legyen? Igen, én azt gondolom, hogy menjünk, gyújtsunk rá egy szibarra. Én nagyon örülnék, hogyha innen kifáradnátok most, jó? És mosolyogjuk jókat. Köszi, tök jó, örültem. Már, vagy beszélünk, jó? Megvan a telefonszám. Akkor, amit megbeszéltünk. Igen, szokás, de abból kétszer annyit. Igen, hozunk, légy szíves, ott, hogy valaki jöjjön már és vigye. Igen, ott jó, kell. De a biztonságiak miért kellenek? Nem, menjetek, csak ők igen? A barátaim. Igen. Jövünk, Zolikám, gyere, légy szíves, te tudsz verekedni? Szia.
Hát gyakorlatilag ezeket a drága játékosokat is csak kártyás kérdéssel tudta megfogni, úgyhogy drága nézők, íme nektek is egy. Ki volt Hunyadi János felesége, Podjebrád Katalin, Aragóniai Beatrix, Cillei Borbála vagy Szilágyi Erzsébet? Sok sikert, várjuk a helyes választ! Iratkozzatok fel a csatornánkra, és kapcsoljátok be az értesítéseket is! Ne maradjatok le a legújabb epizódokról! Ja, és Instán is keressetek meg minket!